Ogier csínybe kapta. Aztán a nigériai lő, és gólt lő! A 85. percben megint vezet a Debrecen. A nigériai Garba, aki gólt szerzett az első félidőben, a 60. percben lejött, és az ő helyére érkezett Adeniji Babatunde Temitope, és ő is gólt lő. Azt követően, hogy nyomott az Újpest, nyomott, de a gólt megint a Loki rúgja. Ismerős forgatókönyv az első félidőből. Ő adja Tőzsérnek, aki nagyon-nagyot ment, és végül sikerül kirúgni a jobb alsót. Két nigériai góllal vezet a Debrecen az Újpest ellen a Fáy utcában.